Idén sem volt könnyű dolga az aradi magyar ifjúsági szervezet Mikulásának. Több száz ajándékcsomagot osztott szét az aradi magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak. A gyerekek verssel, énekkel, rajzokkal viszonozták kedvességét. Az aradi magyar ifjúsági szervezet tagjai évek óta Mikulás napra várják az aradi magyar óvodásokat és elemista osztályos diákokat. Az a hangulat, hogy itt 350 gyerek megfordul és várja a Mikulást, ez szerintem leírhatatlan. Szerintem örülnek neki, várják, és főleg, hogy ugye évek során egyre jobban bővült és bővült ugye a műsor, eleinte csak jött a Mikulás, adta a csomagokat, és aztán mondtuk, hát akkor gyere, kicsit újítsunk rajta, és akkor lett ilyen, hogy hívtunk előadókat, bábszínházat, koncerteket. Nos, akarsz az életedért küzdeni? Idén a kolozsvári sétáló bábszínház egy szibériai népmesével örvendeztette meg a gyermekeket. Ez az előadás régi eszközöket használ bábként, tehát a karakterek azok régi eszközök, vasaló, régi favilla. Karácsonyfa, üdeg ága. A gyerekek énekkel, verssel köszöntötték a nagyszakállút, de akadt köztük olyan is, aki rajzzal kedveskedett neki. Készültél-e valamilyen meglepetéssel a Mikulásnak? Egy rajzzal. És mi van a rajzon? A Mikulás a szánnal. A Mikulásról készítettem egy rajzot. Amelyiken mit csinál a Mikulás? Fogja a puttonyát és ajándékokat oszt a gyerekeknek. A Mikulás és segítői természetesen az aradi gyermekeknek is kiosztották a várva várt ajándékokat. Most először jöttem segíteni a Mikulásnak, de egy hatalmas élmény volt, nagyon jó érzés ennyi gyerekkel foglalkozni, és ennyi boldog arcot látni egy ilyen eseményen. Hiszen a legkisebbek meleg szívvel fogadták a figyelmességet, a középiskolás fiatalok pedig megtapasztalhatták, hogy ajándékot nem csak kapni, hanem adni is jó.